Polgári értékrendjéről közismert lokálpatrióta gondolkodású jelölttel utcai fórumon ismerkedhettek az ott élők. Nekem ez az első fórum volt, és nagyon örültem, hogy sokan kijöttek, és nagyon-nagyon érdekes problémákat vetettek föl, amelyek lehet, hogy apróságok, és ezek az apróságok azért esetleg meghatározzák a saját környezetük életét, és közben egészen nagy dolgokról is, mármint a város érintő nagy dolgok is szóba jöttek. Hogy ezek mennyire kapcsolódnak és mennyire találnak az én elképzeléseimmel, kicsiben mondjuk a környezetemben, ami a mondjuk a 8-as választókörzet, vagy pedig az egész városban, ez szerintem teljesen klappol. A 8-as számú egyéni körzetben indította a kormánypárt, ahol jelenleg 2415-en élnek. Ez úgy tűnik egy nagyon sikeres körzet, mert itt van a legtöbb induló, 6 induló. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy esetleg milyen problémákkal jönnek ők, vagy milyen tervekkel. Én szerintem ezek egy beérnek, tehát nagy valószínűséggel, hogy azok a kis apró problémák, amelyeket mindenki láthat, vagy lát, vagy nem lát, azok az egészen nagy problémáig szerintem azért találkoznak. Csak hát ezt az úgynevezett ellenségeskedést kellene egy kicsikét levetkőzni, és azt mondani, hogy hát biztos egy irányba húzunk, ha mindenkinek az a célja, hogy ebbe a város tényleg egy élhetőbb város legyen, akkor szerintem itt találkozhatnak a dolgok. Szerintem biztos egy jó kommunikáció, egy nem egy olyan, ami eleve feltételez valami mást az emberekről, az ellenfélről, ha így vesszük, szerintem azzal segíthetünk. Dr. Fusz György több évtizedes vezetői tapasztalata is erősíteni tudná a közös munkát Szekszárdért.